Üdvözlöm kedves nézőinket, szép napot kívánok, és egyben kellemes időtöltést a Lőrinc TV aktuális magazin műsorához. Már is kezdünk, mégpedig képes ajánlónkkal. Nézzük a mai menüsort. Naperőmű parkot avattak, olcsó energia a Szigetvári Kórházban. Mérlegen a szociális ágazat, központban a dolgozók megbecsülése. Régi új képviselő a Városházán, Balatoni Ferenc letette az esküt. Életforma sporttal és helyes táplálkozással, a szemléletváltás fejben dől el. Több száz eba vásártéren, a kutya barátok nagy találkozója. A szívünk titkai, egészségpercek a kardiológussal. Indul az EP kampány, gazdafórum neves politikusokkal. Csodálatos lőrinci borok, serlegekkel jutalmazták a legszebb nedüket. Mindez ma itt a Lőrinc TV-ben. Elsőként látogassanak el velünk a Szigetvári Kórházba, ahol a napokban a térség országgyűlési képviselőinek közreműködésével nagy teljesítményű naperőművet avattak. Jöjjön, hát beszámolunk! Újabb példaértékű beruházásával környezetkímélőben, energiatakarékosabban, olcsóbban és nívósabban működhet a Szigetvári Kórház. Ugyanis befejeződött a kórház nagyszabású infrastrukturális fejlesztése, mégpedig egy komplex napelemes rendszer telepítése által. A projekt 243 millió forint Európai Uniós támogatásból valósult meg, ennek keretében 1764 darab napelempanel került elhelyezésre a kórház melletti zöld területen, amelyek együtt évi 476 kWh megújuló energiát termelnek, ezzel évente 170 tonna üvegházhatású gáz kibocsátását is megelőzve a térségben. Európai Uniós forrásból több mint 4 milliárd forint érkezett az elmúlt 8 év során a Szigetvári Kórházban. Elsősorban az infrastruktúrás fejlesztésre fordítottuk a forrásokat, elsősorban az osztályok megújítására és a műszerpark megújítására. Ezek voltak az elsődleges szempontok, nyilván egy kórházban ez a legfontosabb, hogy a betegellátás színvonal emelkedjen a kórházi osztályok felújításával és a műszerpark folyamatos emelésével. Emellett a szakszemélyzet képzésére is, szakképzésre is több uniós forrás érkezett. Ezek is gyakorlatilag már kifutóak, és mivel a modernizáció során az energiafelhasználásunk, különösen az elektromos energiafelhasználásunk növekedett, ezzel teljesen komplement ezen parknak a megépítése, ugyanis a növekedett energiafelhasználásunkat ezt nagyon nagy részben ki tudjuk váltani. Ahogy korábban már elmondtam, ez a Napelem Park a Szigetvári Kórház éves fogyasztásának a több mint 30%-át megtermeli. Gyakorlatilag a folyamatos fejlesztésnek ez egy utolsó, de nem záró lépése. A tervénk szerint a Szigetvári Kórház megújult 70%-os alapterületének a következő 30%-át is fel fogjuk újítani, és emeljük a műszerezettség színvonalát is a következő években. Amit megspórolnak ezen a projekten, azt visszaforgathatják esetleg az egészségügy minőségi javítására is? Természetesen ez jelentős költségcsökkenést fog jelenteni a működés szempontjából. Ez a felszabaduló költséget a személyi jellegű kiadásokra, a fogyóanyagra, a gyógyszer felhasználásra tudjuk fordítani. Folyamatosan matekoznia kell egy főigazgatónak egy kórház működése kapcsán? Természetesen ugye egy nagyon humán erőforrás igényes területről van szó. Ugye a legnagyobb költség a bérjellegű kiadás, és egy optimális humán erőforrás menedzselése mindenképpen szükség van, és a beszállítókkal is mindig, hogy mondjam, napi szintű harcokat kell folytatnunk a lehető legjobb árakért. Persze olyan helyre szívesen mennek a betegek gyógyulni, ahol modern minden, és persze a dolgozók is szívesen járnak bedolgozni, ahol európai nívon tudják a munkájukat ellátni. Szigetvár ehhez közelít ma már? Úgy gondolom, hogy önmagában az a tény, hogy például a szigetvári szülészeten a szülésszám 450-470 szülésről az elmúlt évek során 750 magasságába emelkedett, és nagyon sokan az ellátási területen kívülről érkeznek a szigetvári szülészetre, az mutatja, hogy a páciensek értékelik a megvalósult fejlesztéseket és a körülmények javulását. Büszke egy ilyen átadás alkalmával? Mindig.
Mindig büszke vagyok, és ugyanakkor nagy megnyugvás az, hogy az előírt, illetve a lepályázott forráson belül tudtuk tartani a projekt megvalósulását a folyamatosan emelkedő árak ellenére, és elmondhatjuk azt, hogy nem kellett ebbe a projektbe se a Szigetvári Kórháznak saját forrásból beletennie pénzt. Vannak-e a kórháznak legális lobbistái, akik mindent megtesznek annak érdekében, hogy ide források érkeznek? Nevezhetjük-e lobbistának a térség országgyűlési képviselőit? Úgy gondolom, hogy ő neki nem biztos, hogy a legszerencsésebb szó lobbistának nevezni. Ő, mint országgyűlési képviselő, nagyon fontos feladatának tartja, hogy a térségben élők egészségügyi ellátása a legmagasabb szinten valósuljon meg a rendelkezésre álló forrásokból. Kifejezetten rajta tartja a szemét a Szigetvári Kórház fejlődésén, a betegellátáson, és igyekszik támogatást biztosítani ahhoz, hogy zökkenőmentesen tudjuk az itt élő populációt ellátni. Nagy Csaba országgyűlési képviselő nem csak a mai nap látogat ide el a kórházban, hanem rendszeres vendége az intézménynek, mert hogy nem folyamatos kéréseket kell teljesíteni. Megy a lobby folyamatosan a kórház mellett? Inkább azt mondanám, hogy a munka megy a kórház mellett, meg a kórházban is, hiszen mind a kórház igazgatója, mind az igazgatóság, mind az itt dolgozó, minden személy a vonatkozásban nagyon sokat dolgozik, hogy azt a 60 ezer ápolási napot, amit évente itt nyújtanak a környéken élőknek, azt minél magasabb színvonal munkával tudják betölteni. Persze csak azon lehet és azokon lehet segíteni, akik tudatosan építik a jövőt. Azt hiszem, a kórházban egy olyan menedzsment működik jelen pillanatban, akik látják már az alagút végén a fényt. Igen, mindenképpen, hiszen minden alkalommal, amikor találkozunk, akkor mindig a következő fejlesztési lépcsőről ejtünk szót, úgyhogy éppen most azon dolgozunk, hogy a szűrészet tudjon majd megújulni a közeljövőben. Az előbb éppen a számtant nézték át itt a kórház vezetésével, és hát nézte a műszereket, és megállapította, hogy mennyit termel napi szinten ez az erőmű. Ő meg van elégedve a számokkal? Mindenképpen, hiszen ezek a számok azt fogják jelenteni, hogy jóval kevesebb környezetszennyező anyag fog bekerülni a levegőbe. Ez mindenképpen egyfelől jó, másfelől pedig hát a kórház vonatkozásában egy 4 havi áramszámlát fognak tudni így megspórolni, ha a rendszer teljesen üzemkész lesz, és a rendszer vonatkozásában minden probléma elhárul. Mennyire van megelégedve az egészségügyi ellátó rendszerével a térségben? Gyakorlatilag a kórház fejlesztésén kívül milyen lépéseket tesznek annak érdekében, hogy helyi szinten, akár a falvakban, akár a kisvárosokban helyén legyen az egészségügy? Nagyon sok fontos lépést tettünk meg, illetve körvonalaztunk. Most talán a legfontosabb és a legnagyobb hiányunk az a körzeti orvosoknak a hiánya. Ebben a választókerületben 3 olyan körzet van, ahol nincs házi orvos. Ezek a körzetek most lehetőséget kapnak arra, hogy házi orvosi épületet, lakást építhessenek, illetve több 100 millió forint forrás érkezik a házi orvosi rendelők, a védőnői rendelők, illetve a fogászati rendelők, gyermekorvosi rendelők felújítására. Ön érzi a kormány szándékán azt, hogy ez a terület még potentáltabb legyen a következő időszakban? Lesz-e több forrás, teszem azt a következő pénzügyi ciklusban? Véleményem szerint igen, hiszen a kórházak fejlesztése az folyamatos. A Szigetvári Kórház esetében arról tudunk beszámolni, hogy a kórház 70%-a már felújítás után van. A maradék 30%-ra szeretnénk az elkövetkezendő években forrásokat szerezni és biztosítani. Ez azért is fontos, mert a szülések száma is folyamatosan emelkedik most már a Szigetvári Kórház vonatkozásában. A vidéki kórházak közül, a környékbeli kórházak közül talán a legnagyobb és a legfontosabb kórházzá vált a Szigetvári Kórház. A kórház 2007 óta több nagyszabású infrastrukturális átalakítást, Európai Uniós forrás fejlesztéseket valósított meg. Ezek mindegyike azt a célt szolgálja, hogy komfortosabban gyógyulhassanak a betegek, és a kórház dolgozói ideális körülmények között gyógyíthassanak. Mert ne feledjük, a legfontosabb az egészség. A Szentlőrinci Szociális Szolgáltató Központ komplex tevékenységével ismerkedhetnek meg következő beszélgetésünk által. Szent Ivánszkinél dr. Örkény Anna intézményvezető ad iránytűt számunkra.
Eredményes tavalyi évet tudhat maga mögött a Szentlőrinci Szociális Szolgáltató Központ. Megújult épületkomplexum, kedvező gazdasági mutatók és az idei évre vonatkozó üzleti terv ad okot az itt lakók és dolgozók örömére. Örkényi Anna intézményvezető a következőkben foglalja össze a mutatókkal kapcsolatos véleményét és az intézmény helyzetét. A szakmai beszámolóban minden szakfeladatot, ahogy minden éve megtesszük, most is végigmentünk rajta. Azt gondolom, hogy a tavalyi évben olyan különleges, se jó, se rossz értelemben nem történt, működött az intézmény, mind a 7 szakfeladata, maximális kihasználtsággal, mind a bentlakói ellátásban, mind az étkeztetés, házi segítségnyújtás, az összes szakfeladaton maximális létszámmal és kihasználtsággal működtünk. A Család és Gyermekjóléti Szolgálat és a Család és Gyermekjóléti Központ életében volt némi változás. Ezek inkább ilyen létszámban és plusz feladatban jelentkeztek. Ez azt jelenti, hogy új dolgozót is kellett, illetve kellett volna felvennünk, ha találtunk volna, ami egyelőre nem valósult meg, miután a pályázatunk sikertelen volt. Most szép lenni katonák, ez van a Kossuth nótában, vajon jó-e lenni, szépen lenni manapság szociális gondozónak? Mennyire csábító ez a szolgálat manapság a fiatalok számára? Hát, hogy fiatalok a leginkább, amivel problémánk van, és ahova nem találunk sajnos utánpótlást, az a felsőfokú képesítésű, azaz a diplomás szociális végzettségű szakemberek. Általában őket viszik el külföldre? Nem tudom, hová lesznek. Azt mondják, hogy a képzésben is nagyon kevesen vannak. Akik kikerülnek a képzésből, már nem a szakmában helyezkednek el. A 40 feletti korosztály, aki nagyon aktív, aki elhivatott, és tényleg nem adja fel a szakmáját. Biztos vannak olyanok is, akik külföldre mennek. Én csak azt látom, hogy helyben, Szentlőrincen és a járásban, a 21 településen végzett szakember egyáltalán nincs. Ha pályázó vagy pályázat érkezik, akkor Szigetváról vagy Pécsről kapjuk ezeket a pályázatokat, és mire oda jutnánk, hogy kiválasztásra kerülnének, akkor jelzik már, hogy Pécsen, Szigetváron, nagyobb városokban elhelyezkedtek. Úgyhogy borzasztó nehéz, és azt hiszem, hogy talán egy kis segítség lehet, ami újdonság is, amiről nagyon nagy örömmel számolok be, hogy az önkormányzat egy pályázatán keresztül a helyben lakó és helyben munkát vállaló fiatalokat bérkiegészítésben részesíti, és sikerült ebbe a keretbe a szociális felsőfokú fiatalokat is betenni. Azaz, ez azt jelenti számomra, mert elfogadta a képviselőtestület ezt a lehetőséget, ez azt jelenti, hogyha egy fiatal, akinek megfelelő végzettsége van, és szeretném felvenni, akkor pályázhat az önkormányzat felé bérkiegészítésre. Gyakorlatilag ez egy plusz ösztönzőnek is felfogható? Igen, maximálisan plusz ösztönzőként lép, tehát a bérén felül az önkormányzattal kötött pályázaton belül kap egy plusz pénzösszeget havi rendszerességgel. Ami talán egy kicsit nehézé teszi, hogy nem elég tartózkodási helynek lenni Szentlőrincnek, hanem régi néven állandó lakóhely, tehát lakóhelyként kell Szentlőrincet megjelölni, tehát be kell, hogy jelentkezzen. Azt gondolom, hogy ez kicsit nehézkes, ha valakinek nincs itt senkije és nem tud letelepedni, nem elég egy albérlet, ahol tartózkodási helyet jelent be, de ez egy teljesen friss forma, úgyhogy majd meglátjuk, hogy működik-e. Amúgy milyen a bértábla, mennyire lehetnek megelégedve a bérekkel az itt dolgozók? Gondolom az évek függvényében változnak a bérek, és gyakorlatilag az iskolai végzettségnek megfelelően is. Nemrég lehetett olvasni, hogy a szaktárca szeretné, hogyha jobb bérezése lenne a szociális ágazatban dolgozóknak. Persze ehhez kell a támogatás az államnak is. Igen, hát a dolgozók is nagyon szeretnék, mindannyian, akik részt veszünk ebben dolgozunk ebben a szakmában. Azt hiszem, hogy rá is férne a frissítés. Hát a közalkalmazotti bértábla az 2018 óta érintetlen. Tehát 2018 óta nagyon-nagyon sok minden történt. A bértábla azt jelenti, hogy tehát közalkalmazottak a dolgozók mindannyian. Az A közalkalmazotti besorolástól kezdve az I-ig vagyunk a dolgozók ebben az intézményben, és a dolgozók 95%-a
ugyanazt a bért kapja, miután annyira összecsúszott a bértábla, hogy ebben nem lehet mit kezdeni. Tehát a bértábla szerinti bére jóval alacsonyabb, mint a garantált bérminimum. Tehát arra van majdnem mindenkinek kiegészítve, még a diplomásoké is az arra a bérre. Ami néhány ezer forintos különbséget okoz, az az ágazati pótlék, tehát a szociális ágazati pótlék, amely a besorolás és az évek száma szerint változó. Tehát ez 2-3-4-5 ezer forintos különbségeket tesz dolgozók között. Persze amellett, hogy a bér rendezett, vagy rendeződni fog legalábbis Szentlőrincen, akkor az elmondottak alapján ez az irány, akkor fontos momentum még, hogy milyen munkakörülmények között dolgozhatnak az itt tevékenykedők. Hát hál' Istennek itt az elmúlt évek kisebb-nagyobb felújításai normalizálták a helyzetet. Örömmel jönnek be ide már dolgozni a dolgozók. Én nagyon remélem, hogy örömmel jönnek be. Én azt látom, járva más intézményeket is, természetesen van, ahol jobb anyagi körülmények között vannak, minőségileg másképp van felépítve egy intézmény, vagy a dolgozóknak az öltözői, vagy bármilyen szociális helyiség. Én azt gondolom, hogy nincs szégyenkezésre okunk. Tisztességesen van kialakítva mind az ellátottak, mind az dolgozók, mindent megkapnak, amit a jogszabály előír. Igyekszünk családias, békés környezetet kialakítani. Én azt gondolom, hogy ebben nincs probléma. Az intézményünk két szakfeladata viszont a család és gyermekjóléti szolgálat és a család és gyermekjóléti központ, itt, ahol most állunk az udvaron, a Kodolányi utcai telephelyünkön működik. Itt egy kicsit most kaotikus a helyzet, de ez nem fenntartói probléma vagy hiba miatt alakult így, hanem egész egyszerűen most alakítják ki a Kodolányi utcai telephelyünk feletti emeleten az óvodának az átmeneti helyiségét. És ebben egy kis ramazúri van, de azt gondolom, hogy ez is be fog állni, és ígéretet kaptunk arra, hogy amikor az óvoda felújítása befejeződik, az óvoda visszaköltözik a helyére, akkor a három szükséges iroda, amit nekünk előírt a jogszabály, az is rendelkezésünkre fog állni felújítva, úgyhogy mi nagyon pozitívan állunk a jövő elébe, és remélem, hogy még a mostani állapotnál is jobbak lesznek. Nézzük, hogy a bentlakók vonatkozásában mi a helyzet. Hát egyre nagyobb az igény, hogy az idős emberek gyakorlatilag, hogyha már hozzátartozók, teszem, az külföldön dolgozik, vagy épp a sok gyermekvállalás miatt nem tud az idősebb hozzátartozóval, nagymamával, nagypapával foglalkozni, akkor szociális gondozásba próbálják elhelyezni. Van-e igény továbbra is Szentlőrincen? Jönnének-e, ha lenne lehetőség? Továbbra is nagy az igény, várólistánk működik, 35 bentlakásos férőhelyünk van, működési engedély. Szerint ez maximálisan be van töltve, sőt, időlegesen át lehet lépni ezt a határt, most nagyon nagy szükség volt rá, és 36 ellátottunk van az intézményben, ezt még meg tudjuk oldani, nyilván ezt nem hosszú távon, hanem csak addig, amíg az akut helyzet így kívánja. És sajnos, akik a várólistán vannak, őnekik csak, idézőjelben mondom, hogy csak, mert ez is nagy segítség, házi segítségnyújtást tudunk nyújtani. Ez azt jelenti, hogy a gondozási szükségletvizsgálat pont számai alapján az éppen adott szükséglet szerint gondozónő házhoz megy, és a ház körüli segítésben tud részt venni. Ez azoknak nagyon jó, akik még ezzel a segítéssel otthonukban tudnak maradni, és természetesen azoknak, akik még nem jutottak be az intézménybe, várólistán vannak, őnekik is így tudunk segíteni. Ők ilyenkor ebédet is kapnak, egy szóval az a gondozó, aki kijár, az gondoskodik arról is, hogy étkezésére is legyen az idős embereknek? Igen, aki szükségét érzi és igényli, mert esetleg a család nem tud gondoskodni róla a mindennapos meleg élelemről, őnekik természetesen az étkezést, szociális étkeztetést is javasolni tudjuk, biztosítjuk is. Ezt lehet úgy is, hogy eljön a család, vagy éppen az idős ember, aki tud még érte, eljöhet érte, elviheti saját maga, megeheti bent az intézménybe, de zömébe úgy szokták kérni, miután már nehezebben közlekednek, hogy mi szállítjuk ki, és akkor ezt megtesszük természetesen. Milyen a családi szociális helyzet itt Szentlőrincen? Önök több csáppal is érzékelik, és több korosztályban is, hogy gyakorlatilag a családokon belül, vagy az idősek vonatkozásában elég meghúzott az a nadrág szél, vagy éppen sem. Gyakorlatilag miben tudnak segíteni, hogyha gondot, problémát észlelnek? Hát a legnagyobb segítséget amit most teljesen felfutóban van, hát ez is egy, azt gondolom, hogy inkább most észlelték jobban a településen, vagy most szereztek róla tudomást,
ami nagyon fontos, ez nem anyagi segítség, hanem az a segítség, amikor egy demens ellátott otthon 24 órás felügyeletet igényel, de bentlakásos ellátásban nem szeretné beadni a család, mert gondoskodnak róla. Ilyenkor a nappali ellátásunkat, a demens nappali ellátást tudják igénybe venni, ahol reggel egy busz kimegy az idősért, tehát nem kell szabadjára engedni, hogy elkóboroljon a településen. Kimegy a busz, gondozónő segítségével behozzák az intézménybe, délelőtt foglalkozások vannak, ebédet kapnak, és délután 2-3 óra között egy busszal haza tudnak menni, azaz a busz hazaviszi őket. Tehát nincs mód arra, hogy elvesszenek, hogy balesetet szenvedjenek, hogy valami baj történjen, és ez azoknak a hozzátartozóknak, akik mindent megtesznek tényleg azért, hogy otthonukba tarthassák a legjobb helyen azt a hozzátartozót, őnekik is egy kis úgymond szabadság, tudják hivatalos dolgaikat intézni, mert különben nem merik magukra hagyni ezeket az idősek. Én azt látom, hogy ez talán most valahogy nyilvánvalóvá vált a településen, és nagyon sok olyan idős ember került be a nappali ellátásba, és ennek nagyon-nagyon örülünk tényleg, akiknél borzasztó nagy segítség ez a családnak. Ön elégedett munkatársaival, kiváló munkát végeznek a mindennapokban? Igen, én azt hiszem, hogy ezt minden fórumon elmondom, hogy nagyon-nagyon büszke vagyok erre a csapatra. Most megint ért bennünket olyan dolog, amire még külön büszke vagyok. 5 dolgozónk elvégezte a demenciagondozói képesítését, megszerezte, a demenciagondozó képzésen vettek részt. Ez egy nagyon friss jogszabály, ami előírja, hogy 2020-tól a demens ellátást is nyújtó intézményekben minden műszakban jelen kell lenni egy olyan végzettségű dolgozónak, aki demencia gondozói képesítést szerzett. Nálunk 5 is megszerezték ezt a képesítést. Munka mellett, nagy szorgalommal, nagyon szép eredménnyel, és a tudás is ott van mögötte, úgyhogy én ezúton is gratulálok nekik, bár ezt megtettem személyesen is, és természetesen azt gondolom, hogy igen, igen jó csapattal tudjuk ezt a munkát végezni. Nem is hiszem, hogy ezt másképp lehetne. Optimista intézményvezető, mosolygos és életvidám bentlakók és bejárók, a munkájukat maximálisan megbecsülő és ellátó szociális gondozók. Ez a kép tárul elénk, ha a helyi szociális szolgáltató központot meglátogatjuk. Reméljük, mindez hosszú távon fenntartható lesz, és mindenki töretlenül teszi a dolgát a jól működő rendszeren belül. Kedves nézőink, egy fes úriember lesz a vendégem a következő percekben, aki korábban volt már Szentlőrinc város alpolgármestere is. Hát közismerten Túri Zoltán képviselő úr lemondott az elmúlt időszakban mandátumáról, és a kislista alapján Balatoni Ferenc úr lett a következő képviselője a városnak, akit nagyon nagy tisztelettel köszöntök stúdióban. Szép napot kívánok! Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a nézőket, és önt is, szerkesztő úr. Örülök, hogy lehetőséget kaptam megszólalni. Hogy értesült az információról, hogy gyakorlatilag szeretnék, hogyha elvállalná a képviselőséget, és hát a mandátum gyakorlatilag önnek járt? Gondolom nem sokat vacillált rajta. Sorban én voltam a következő. És én már hallottam arról, és tudom, hogy Túri Zoltán képviselőtársam, jó barátom, már nyilván a vállalkozásából adódóan rengeteg elfoglaltság volt, és nem tud rendszeresen részt venni a munkába. Egy héttel korábban engem a polgármester úr felhívott, és megkérdezte, hogy vállalom-e Túri Zoltán lemondás esetén ezt a pozíciót. Én válaszom az volt, természetesen nem, hogy vállalom, hanem kötelességem elvállalni, lévén, hogy a választók bizalmából én vagyok a következő a sorban. És így el is vállaltam. Természetesen szép kis pedigrével rendelkezik tanár úr, hiszen az oktatás rendszerében eltöltött hosszú évtizedek után volt már testületi tag, a Humán Bizottságot is vezette, és ahogy említettem, alpolgármestere is volt a városnak. Mondhatni, hogy gyakorlata van bőven, és benne van a rendszerben? Hát egyrészt nyilvánvaló 8 év eltöltött idő az elég nagy gyakorlatot adott nekem, hisz, ahogy tetszett említeni,
hogy voltam sima képviselő, voltam bizottsági elnök, voltam alpolgármester. Ilyen műoltomban a polgármester úr nagyon sok feladatot bízott rám, sok helyre, ha ő nem ért rá, maga helyett elküldött. Tehát mondhatom azt, hogy elég tapasztalatot szereztem. A barátaim megkérdezték, hogy most beállsz a sor végére, mert a sor elején voltál majdnem. Hát mondtam, gyakorlatilag az embernek azt a pozíciót kell betölteni és elvállalni, amit rábíznak. Én úgy gondolom, hogy itt is tudok majd hozzátenni, ha bár egy kicsit, ugye mindig ahhoz hasonlítottam ezt a dolgot, mikor a futballmeccset néz az ember, és a 85. percben vagy a 87. percben becserélnek valakit, és van neki 3 perc, hogy váltsa meg a világot. Lehet, hogy éppen 2 gólt is rúg. Pontosan, ugye a legutóbb a Lipcse meccsen láttam, ugye, hogy 94. percben rúgott egy gólt, és a mérkőzés döntetlenre hozta a becserélt játékos. Nyilvánvaló világot meg váltani itt már nem lehet, de világot megváltani sok embernek akarata meg volt, csak a siker nem volt. Én úgy gondolom, hogy próbálok hozzátenni mindenképpen egy dologban, mindenképpen azt megírtam a polgármester úrnak, hogy én hiányozni nem fogok. Ott leszek minden bizottsági ülésen, ott leszek minden testületi ülésen, és mindenhol, hisz korábban is, amikor nem voltam 4 évig pozícióban, a szentlőrinci rendezvényeken azt hiszem engem mindig megláthattak az emberek, mindig ott voltam, kötelességemnek tartottam, hogy ott legyek, mint korábbi alpolgármester. Ön precíz ember, és hát a precizitást nem akárhol tanulta. Én úgy tudom, hogy Németországban több nagy egyetemen, főiskolán és számos gazdasági társaságnál is tanulhatta ezt a német precizitást. Fontos az, hogy az ember tanuljon egy életen át? Nyilvánvaló. Főleg akkor, ha valaki olyan területen tevékenykedik, mint én. Aki földrajzot vagy történelmet tanít, talán megél a főiskolán tanultakból, hisz a földrajz tudományában nincsenek olyan robbanásszerű változások. Én a 80-as évek elejétől átálltam az úgynevezett alkalmazott számítás technikára, annak is az ipari változatára, a CNC programozás oktatására, robot programozásra, FMS rendszerek, címrendszerek oktatására, ami tulajdonképpen az iparban a legfejlettebb rendszereket képviseli. Tehát a legfontosabb novumokat mindig is tudta, megtanulta, mert hogy nem ezt tanította hosszú távon. Folyamatában ugye kellett mindig haladni, hisz a technológiák, a technikák ugye folyamatosan változtak. Amikor én elkezdtem autodidakta módon egy német nyelvű leírásból, amikor mi az első CNC gépet megkaptuk az iskolába, akkor néztük, csodáltuk, és egyik kollégám azt mondta, ez még a 80-as évek elején volt, amikor úgynevezett kokomlistára, fiatalabbak nem emlékeznek rá, a fejlett technológiák nyugati tilalma Magyarország irányába. Egyik kollégám, amikor meglátta a CNC gépet, azt mondta, hogy ezeket akarjuk úton érni, hát nem is arra megyünk. Hát szerencsére akkor a 80-as évek elején elkezdtünk arra menni, és elkezdett Magyarországon is az ipar úgymond korszerűsödni. A rendszerváltás után ugye lásd Pécsen is, hogy akár a Hauni, vagy a Matró, vagy a nagy ide települt autógyárak. Örömömre szolgál egyébként, ha például az Audinál, amikor jártam Győrbe, sorból köszöngettek ki a volt tanítványaim. Hogy hol tanultam? Nyilván a Kolpingnál Budapesten, ahol egy ilyen ipari rendszerű CNC képzés folyt. Aztán tanultam Friedrichshafenben CNC programozást, Dortmundban autókedet, ugye, ami a számítógépes tervezés rajzolás, ami szorosan összefügg a kettő, hisz nem lehet most már külön rajzolgatni, arra már nincs idő tussal húzogatni a vonalakat, aztán javítgatni. Aztán tanultam Münchenbe, Stuttgartba, Nürnbergbe, Jénába, Dresdába. Tulajdonképpen a fejlett technológiák és azoknak a kezelése mellett sor került arra, hogy a német ipar és a német schulung, az iskolarendszernek a kapcsolatát, ennek a fölépítését tanulmányozzam. Pár éve, mikor Jénába voltunk, az ottani ipari kamara elnökével beszélgettem, és egyszerűen ledöbbent, amikor látta, hogy
én a német iskola rendszert, meg az iparrendszert milyen kiválóan átlátom meg, és akkor hát mondtam neki persze, hogy átlátom, mert ott tanultam. Szóval visszatérve az ön kérdésére, a német precizitás, a német technika, a német ipar mindenképpen példaértékű, és hála Istennek Magyarország a politikai kapcsolatokat nem tekintve, de az ipari kapcsolatok ettől függetlenül nagyon kiválóan működnek, hisz a németek is tudják azt, hogy a szakemberek, a magyar szakemberek igen jól képzettek. Nem akarok most utalni német itthonoló üzemre, ahol az ottani kiváló barátom, a főmérnök elmondta, hogy hidd el, jobb minőséget produkálunk, mint a német törzsgyár. Ez a magyar szakembereknek. Nyilvánvaló, ma már a szaktudás kevés, ha nincs meg a technológiai, technikai háttér. Audi, BMW, Mercedes itt vannak Magyarországon, és bizonyítja azt is, hogy tényleg a magyar mentalitás is fel tudott valamilyen szinten zárkozni ez a precizitáshoz. Hát tanár úr egy nagyon jó kis szoftvert hoz magával a mostani önkormányzati működésbe. Gazdasági bizottságba, pénzügyi, gazdasági vonalra vállalt feladatot, emellett pedig a humán bizottságba is fog tevékenykedni. Hát mint egykori tanár itt is hozzá tud tenni dolgokat, az önkormányzati tapasztalatát pedig már említettük. Ipari parkfejlesztés, talán az egyik legfontosabb Szentlőrincen a következő időszakban. Milyen jó is lenne, ha német tulajdonú cégek jönnének ide, települnének be, és hát akkor ezt a vonalat lehetne erősíteni. Lát erre esélyt hosszú távon? Hogy is mondjam, hogy látunk esélyt, kell, hogy lássunk esélyt, én így mondanám. Mert tehát úgy kell hozzáállni, úgy ugye? Kell hozzáállni. Én az előbb említett ipari kamara vezetővel annak idején beszélgettem, aztán ő már más pozícióba került sajnálatos módon, mert én ott kint Németországban megegyeztem vele, hogy eljön Magyarországra, eljön Szentlőrincre, aztán ez valahogy elmaradt egyéb okok miatt, de én úgy gondolom, hogy erre a testvérvárosi kapcsolatra visszatérve Urbakkal, ugye, hogy kéne lehetőséget keresni erre, hogy ez a valahogy elinduljon Szentlőrinc viszonylatába. Tudom, hogy Szentlőrinc nagyon nehéz helyzetben van, mert Szigetvár és Pécs között ugye két nagyobb, sőt egy lényegesen nagyobb település elszippantó ereje van. De ha már Pécs határában lenne egy, mondjuk, ha ide jött volna a BMW, ugye akkor eznek Szentlőrincnek is rengeteget jelentett volna, de nem kell letenni arról, hogy nem kell itt arra gondolni, hogy itt 1000 fős üzem, egy 40-50 fős üzem, hisz ha megnézzük az ipar szerkezetet Németországban, az emberek csak azt látják, hogy Volkswagen, meg Siemens, meg ezek a nagy mamut vállalatok. Vannak ott kisebb vállalkozások. Úgy van, de a bedolgozók, tehát a Volkswagen nem gyárt minden alkatrészt, hát a bedolgozók szállítják, mint ahogy említettem, volt a pécsi barátomnak a cége is, ő is az Audihoz beszállít alkatrészeket, meg különféle autógyárakhoz. Tehát ugye a német ipar is úgy épül fel, hogy kis üzemek, 30-40 fős üzemek, kisebb településeken, egyik dugattyút gyárt, a másik hajtókart gyárt, a harmadik a kalaptartót, a negyedik stb. A lámpákat, vagy az indexet, vagy egy kapcsolót, és a sok apró kis részegységből ugye összeáll egy kiváló minőségi autó. Az elmúlt napokban gondolom találkozott Szentlőrinc polgármesterével, és egyeztettek, hogy milyen feladatokat tudna vállalni a városon belül. Volt olyan esetleg, amivel megbízta, hogy vigye azt a vonalat? Természetesen volt, hisz egy kicsit visszautalnák arra, ugye a választás utáni időszakra, amikor én nem kerültem be testületbe, akkor a polgármesterről én beszélgettem, és azokat a dolgokat én elmondtam neki, amit már én magamnak listáztam, hogy ezeket meg kéne csinálni. Tehát megosztotta vele a gondolatot. Megosztottam vele a gondolatot. Tehát én, hogy is mondjam, akkor is úgy álltam hozzá, hogy én szentlőrinci vagyok, nekem is érdekem az, hogy Szentlőrinc lépjen valamit előre. Megosztottam vele, és ugye említettem volt, hogy nyugdíjas vagyok, ugyan van kertünk, meg nyáron biciklizünk, de főleg télidőben, meg ha nincs egyéb dolgunk, ugye délután a nejemmel szívesen sétálunk egy órát. Ugye, nyitott szemmel járnak a városban, és ilyenkor, ugye, gondolom én. Az emberek még mindig megállítanak, meg beszélgetünk emberekkel, és elmondják a gondjaikat, a bajaikat.
És ugye a polgármester úr arra kért engem, hogy amit itt, hogy is mondjam, a jó gazda szemével látok Szentlőrincen, ezeket a dolgokat osszam meg vele, és próbáljak segíteni neki, és már el is mondtam neki tegnap egy-két dolgot. Remélem, hogy nyílt fülekre talál, és meghallgat, sőt, biztos, hogy meghallgat, és így azért Szentlőrinc majd tud valamit lépni. Tehát ugye ehhez is kell érteni, hogy az emberekkel kapcsolatot teremteni. A egyszerű néninek nem biztos, hogy az a legfontosabb, hogy uszoda legyen. Az ő járdájól nem akar hasra esni, ugye, mert kiáll egy kő, azt megigazítják, neki ez a legfontosabb. És sok pénzt nem igényel, és csak odafigyelést és törődést gyakorlatilag. Pontosan. Kicsit beszéljünk a jövőről, a közeljövőről, hiszen azzal együtt, hogy most beült a képviselőtestületbe, itt pár hónap múlva lejár az időszak, hát októberben választások vannak, önkormányzati választások idehaza, így hát természetesen Szentlőrincen is. Hogy tervezi, indul a választásokon? Tehát ezt a lendületet, amit most fölvett, ezt kívánja tovább vinni a következő ciklusra is? Nézze, én úgy gondolom, hogy elsősorban ugye a nyugdíjas létem és a szabadidőm, többlet szabadidőm miatt én úgy gondolom, hogy tudnák hasznára lenni a városnak. Én megértem azokat a fiatalokat, mert amikor a választás volt, én örültem neki, hogy fiatal emberek bekerültek a testületbe, ugyanakkor megértem őket is, és most hadd ne említsek el nevet, hogy akinek van egy vállalkozása, aki megígér valamit a mai időbe, azt teljesíteni kell. A testületi ülés nem lehet neki elsődrangú, csak a vállalkozása. És ugye ettől, ebből fakadóan nem érnek rá megjelenni testületi ülésen, és ez azért hiány egy ülésen, már a város szemébe is, ha foghíjas a testület, ha nincs ott mindenki. Én 8 év alatt egyszer hiányoztam testületi ülésről, amikor kint voltam egy tanulócsoporttal Németországban. Nyilván Jénából nem jöttem haza egy testületülés miatt. Ez egy igazolt hiányzás volt, hogy szoktuk mondani. Ez egy hiányzásom volt, tehát hangsúlyozom, nem a hozzáállást akarom én itt kritizálni, hanem megértőleg tudom ezt és megérzem, hogy akinek vállalkozása van, a mai időben nem lehet az embereket hitegetni, majd holnap majd azt teljesíteni kell, mert különben a megbízó már más irányba fordul, és nem is keresi meg. Tehát ilyen szempontból megértem a fiatalokat. Másrészt ugye, mint említettem volt, én még érzek magamban annyi erőt, annyi szellemi kapacitást, hogy még egy cikluson keresztül, habár a Jóisten mit rejt nekünk, azt nem lehet tudni, 71 évesen az ember már az egészséggel ne nagyon dicsekedjen, meg egyébként se dicsekedjünk, mert ugye az, ami ma van, az holnap nem biztos, hogy meg lesz. Úgy gondolom, hogy igen, hogy még tudnák vállalni egy ciklust. Feri bácsi megtisztelt minket, köszönöm, hogy eljött és megosztotta velünk gondolatait. Legközelebb is visszavárjuk. Jó egészséget kívánunk és jó munkát a testületben. Köszönöm szépen, és hát bízunk abban, hogy az egészségünk megmarad, és ilyen tevékenyek tudunk lenni a közeljövőben is. Köszönöm a meghívást. PHI 3, avagy a Porkert Horváth Illés Trió által szervezett életmódi beszélgetések folytatódtak a Power Free Time Centerben. Íme beszámolunk az eseményről. Egy lelkes kis csapat sokat tesz az egészséges életmód kialakítása érdekében, formálja a lőrinciek életvitelét és szemléletét. Ennek a helyi sportcentrumat helyett felvállalva ezzel a zászlóvívői szerepet, terepet adva hosszú távon a sportos élet kialakításához. Volt bennem egy vágy, volt egy tervem, hogy építek egy olyan közösséget, aki egymástól függetlenül valamit tenni szeretne saját magáért, az egészségért, és abból majd lesz valami. Ennek 13 éve, és úgy nézem, hogy egy olyan közösséget sikerült akkor kialakítani, aki mai napig együtt van, és mondhatjuk azt, hogy együtt mozog, és elég messze jutottunk a kezdetektől. Ragadós-e a jó példa? Az emberek szívesen állnak ebbe a sorba, hogyha látják magukon folyamatában a változást?
Maga a sport egyébként a mai korban már nagyon elfogadott. Amikor mi kezdtük a 90-es években, akkor természetesen még nagyon messze álltunk attól, ahol most vagyunk. Mindenképpen ragadó, sokkal szebbek a ruhák, sokkal szebbek a cipők. Ma már ki lehet menni betonra, és olyan cipők vannak, hogy a betonon lehet már heti több 10-100 kilométert lefutni. Mindenképpen az egészség valamilyen szinten előtérbe került a mai korosztályoknál, és van egyfajta fejlődés, van egy kisebb odafigyelés, saját magunkra egy kis energiát fordítunk, odafigyelünk bizonyos ténykedésekre, tevékenységekre. Nem mondom, hogy életvitelszerűen ezt sokan végzik, viszont elindult egy folyamat, ami köszönhető olyan embereknek is, mint amilyenek mi vagyunk, köszönhető egy PHI-nek is, köszönhető a fogadó embereknek. Elindult valami, ezt mindenképpen meg kell lovagolnunk. A hölgyek vagy az urak jobbak? Kik szeretik jobban észlelni magukon a változást? A változást mindenki szereti magán észlelni. Azzal van csak a baj, hogy nagyon sokan szeretik azonnal a változásokat. Már pedig itt türelmesnek kell lenni, ugye? Itt, igen, ez sok idő. Amíg a szervezet átáll arra, amit szeretnénk neki megmagyarázni, hogy az jó neki, ameddig a mi agyunk átáll arra, hogy felfogja, hogy az jó neki, amit éppen teszünk, az sok idő. Nem megy egyik napról, egyik hétről a másikra, ez tévhit. Persze az életmód váltáshoz egyrészt a sport kell, másrészt pedig a táplálkozásbéli, felfogásbéli változás is, hiszen nem mindegy, hogy mit viszünk be a szervezetbe. A kettő együtt lehet ütős. Mindenképpen. Lehet csak sportoló valaki, ahogy én látom is, egy hetente 2-3 alkalommal lejön az edzőterembe, vagy valamely csoportos óránkra, viszont az étkezését, a pihenését, a regenerációt, az energiavisszateremeléseket nem nagyon foglalkozik ezekkel a dolgokkal. Vagy van a másik, aki azt mondja, hogy ő neki nincs ideje sportolni, ő neki nincs ideje ezekkel foglalkozni, inkább valamit esetleg vagy nem eszik meg, vagy elkezd mással foglalkozni, és más tápanyagokat visz be, az sem tud megfelelően lépkedni ezekbe itt a lépcsőfokokba. Tehát a változás az csak tolódik, nemhogy korábban jönne. Mindenképpen ezt a kettőt, a sportot és az életmódot, a táplálkozást össze kell mosni, és egy komplexként kell kezelni. Mindenképpen 30% a sporttevékenység, és 70% a nap másik 23 órája, körülbelül mondhatom azt, hogy az életvitelünk, az, hogy mit eszünk, mit iszunk, hogy pihenünk, hogy viselkedünk. Tehát a sikernek a 30-70%-a nem elegendő, mindent bele kell tenni, hogy 100% meglegyen. Milyen hatása van azoknak a beszélgetéseknek, amit rendszeresen szerveztek, és gyakorlatilag jó példákat mutattok be az ide betérőknek? Nagyon érdekes. Mutatunk olyan példákat is, ami már a világban elhalmozódott. Mondok egy példát, a műanyag szennyezettsége az óceánoknak. Volt egy ilyen téma, hihetetlen arcokat láttam közben, miközben előadásomat előadtam. Megdöbbentek? Hihetetlen módon egyébként, és azért volt csend, mert azon gondolkodtak, hogy oké, hogy én csak egy szívószálat, vagy egy szatyrot veszek, vagy esetleg eldobtam valamit, az jelen pillanatban hatalmas fertőzöttség azoknak a halaknak is, amiket az óceánokból, tengerekből, akár az édesvizeinkből mi kihalászunk, horgászunk és megesszük, tehát már bennük is hatalmas a műanyag szennyezettség, kimutatható egy krillben is például, hogy micsoda pusztítást végzünk saját magunk. Hatásosak ezek a fórumok? Rengeteg visszacsatolásod van, hogy vagy a neten látták, vagy személyesen, és szeretnének a következő kör részt venni? Azt mondom, hogy van egy kör, akit azonnal meg lehet fogni, ahogy minket is meg tudtak változtatni, hogy mi is hajlandók voltunk elfogadni, hogy nem jó az, amit mi azt gondolunk, hogy ilyen sportolóként, egészséges emberként végzünk. Az jó, fel kellett ébrednünk, meg kellett értenünk, és el kellett fogadnunk, és azt akarom mondani, hogy akarni kellett, hogy megértsük, hogy nem jó az, amit csinálunk. Van, aki ezt nagyon könnyen kezeli, van, aki nagyon könnyen elfogadja, és még azt érzem egyébként, hogy még egy kicsit előre szaladtunk ebbe a témába, és néhány évet mi nekünk dolgoznunk kell azon, hogy akik most ellenállásban vannak még az új dolgok iránt, ők is lassan megnyíljanak.
Persze ahhoz, hogy jelentősebb áttörés legyen, folytatnotok kell kitartóan ezt a munkát. Van egy kemény mag, egy kis téma, akik tényleg beleálltak ebbe a történetbe. Igen, hárman alapítottuk ezt a PHI-t, a Porker Krisztián, Horváth László és a Illés Norbert. Mind a hárman nagyjából 80%-ban ugyanazt gondoljuk a dolgokról, és így sokkal könnyebb együtt dolgoznunk, a témákat kitalálni, felkészülni a következő etapra, valamint mind a hárman olyan környezetben dolgozunk, tevékenykedünk, ahol sok emberrel tudunk beszélgetni, sok embert tudunk megszólítani, és ide csalni őket a meghirdetett időpontokra. Sokat kell mindenképpen még dolgozni ezen. Miért jó edzett embernek lenni? Miért jó edzett embernek lenni? Mert abba, akiben egy olyan határozott férfi kép él, mint én bennem, aki 80-as években születtünk, a akkori szupersztárok, Arnold Schwarzenegger volt nekem például egy példaképpen, mai napig is ő a legfontosabb hétfőpontokat elmondta nekünk abban az időben, és mai napig is bennünk van. Mindenképpen kell egy férfi ideál, mindenképpen egy olyan testkép, ami nem zavar, hanem arra ösztönöz minket, hogy minél közelebb legyünk ahhoz, amit egyszer megláttunk, valahogy beleégett az agyunkba. Azért jó edzett embernek lenni, ezt 37 évesen apukaként tudom mondani, gyermekeimnek személyes példával tudok előállni. Például, akik a személyes környezetemben vannak, ővelük sokkal könnyebben értek szót, hogyha rám néznek esetleg, vagy ha elmegyünk a strandra, vagy esetleg csak pólóba vagyok, akkor sokkal egyszerűbb valakinek ezeket a dolgokat elmondanom és megértetnem. Talán szavahihetőbb is, hogyha úgy is nézek ki, mint amiről beszélek, hogy kellene másnak is esetleg kinézni. Miért fontos, hogy az ember életében jelen legyen a sport? Szerintem, ha tekintjük azt, hogy van négy intelligenciánk, és ebből egyik a fizikai intelligencia, aminek egy eleme az, hogy mi hogyan bánunk a testünkkel, és ennek egy része az alvás, az étkezés, a harmadik része mondjuk a sport, akkor érdemes ezt figyelembe venni, mert én úgy vagyok vele, hogy a halászléhez sem csak piros paprika kell, és az élethez sem csak mondjuk az alvás vagy az étkezés, hanem ugyanúgy hozzájárul a sport is ahhoz, hogy minőségben tudjunk élni. Nagyjából egyharmad tétel kell fehérjéből, zsírból és szénhidrátból az embereknek táplálkozás vagy egészségesen éljenek. Hogy érzed, ezt betartjuk általában? Szerintem abszolút nem, tehát látható az embereken, hogy inkább a szénhidrát irányba tolódott el a táplálkozásnak a mi voltja, illetve a mikéntje. Nem nagyon tudok azzal azonosulni, hogy egyharmad kellene. Ha megnézzük azt, hogy biológiailag a szénhidrátra alapvetően nincsen eszenciálisan szükségünk, tehát nem olyan anyag, mint mondjuk egy aminósav, amiből be kell, hogy vigyük ahhoz, hogy benne legyen a szervezetünkbe. Én azt gondolom, hogy a szénhidrátoknak az arányát drasztikusan lehetne csökkenteni mondjuk a zsírok és a fehérjékhez képest. Egy életmódváltáshoz mi kell? Elsősorban fejbe dölen minden? Így van, viszont ahhoz, hogy a fejbe döntéseket tudjunk hozni, az rengeteg információra van szükségünk. Az információknak a mennyiség és a mélyensége is függvénye annak, hogy komoly változást tudjunk létrehozni, hiszen hogyha ez nem válik megértéssé, akkor egész egyszerűen az ember nem fog elkezdeni afelé haladni. És aztán majd itt is lesz egy-két döntő pillanat, például az, hogy a környezetünk hogyan reagál arra, amit mi esetleg változásként élünk meg, és változásként teszünk le az asztalra, hiszen az a fajta szokásrendszer, amivel élünk, és az a fajta szokásrendszer, amivel a többiek élnek, ez mindig egy visszahúzó történet. Itt a Power Gymben Szentlőrincen van egy közösen gondolkodó csapat, amely gyakorlatilag egy irányt mutat a lőrinciek számára? Én azt gondolom, hogy igen. Mindenképpen azt kell, hogy mondjam, hogy a Horváth László személyében, aki ennek a Power Gymnek vagy a Power Free Time Centernek a vezetője, ő ebbe az irányba halad. Van egy testépítő ikonunk is, az Illés Norbert, aki többek között nemzetközi és magyar bajnok is több éven keresztül, mint naturál testépítő. Ő is rájött arra, hogy bizonyos változásokat, hogyha meghoz az életébe, akkor teljesen más lesz az eredménye az ő életminőségének. És talán így hárman vagyunk azok, akik elindultunk egy irányba. Természetesen biztos, hogy vannak olyanok rajtunk kívülállók, illetve olyanok, akikről nem tudunk, akik ugyanebben az irányba húznak. Nem véletlen az, hogy egy-egy rendezvényen azért itt ülnek 30-40-en, mert érdeklődnek ez iránt a téma iránt. Már az se lenne baj, ha 100-an vagy több 100-an jönnének el, ehhez azonban tovább kell folytatni ezeket a rendezvényeket, amelyeket pár hónappal ezelőtt elkezdtetek. Így van, benne is van a pakliba, illetve mindenképpen tervezzük. Van is tervbe az, hogy kik lesznek azok a vendégek, illetve kik azok a vendégek, akiket a következő ilyen alkalmakra meghívunk. A folytatásban mindenképpen szeretnénk azt, hogy olyan
elemeket vonjunk ebbe be, ez legyen akár egy személy, magánszemély, legyen akár egy cég képviselete, akik színesítik ezt az egész rendezvényt, és tudnak azonosulni azokkal az értékekkel, amiket mi képviselünk. Hogy lehet az első lépéseket megtenni? Érdemes felállni a otthon az ágyból, vagy éppen a fotelből? Hát én azt gondolom, hogy mindenképpen. Teljesen mindegy, hogy ki hol tart az életében, éppen ő most egy diétába kezdett bele, vagy már nem tudom, valamilyen betegség alakult ki, vagy teljesen egészséges. Ahhoz, hogy egy hosszan fenntartható életvitelt tudjunk folytatni, ahhoz érdemes tudatos elemeket beépíteni az életvitelünkbe, és legyen ez szó a táplálkozásról, a sportról, vagy bármilyen más napi rutinról. Meghatározhatja ezt a váltást az, hogy milyen közegben vagyunk, hogy a barátaink, a családunk elkezd-e mozogni, vagy csak nekünk kell szólóba ezt megtennünk? Nem, abszolút befolyásolhatja. Tehát attól függ, hogy az ember mennyire egészséges énképpen rendelkezik. Itt a pszichológia is döntő hatás tud lenni, illetve döntő tényező. Ha valaki egy megfelelő önértékeléssel rendelkezik, akkor ő könnyebben hoz döntéseket, és könnyebben vált, és figyelmen kívül tudja hagyni azt, hogy a környezete éppen hogyan befolyásolja. Azok az emberek, akik még az életüknek nem állnak ezen a szintjén, és most mindenképpen csak életminőségről beszélek, és nem azt szeretném meghatározni, hogy valaki jó vagy rossz, ő nekik a döntés az mindig nehezebb, és hogyha a család vagy a környezetük támogatja ebben, akkor könnyebben lépdelnek előre felé. Megéri? Szerintem igen. A híres gasztroszínház is megtisztelte jelenlétével a legutóbbi rendezvényt. Itt volt a Mikisfalunkból Teca és a Kúrány Színház igazgatója is. Alapvetően ugye mi vagyunk a híres gasztroszínház, és hát az MPK-sáról farmal együttműködve készítünk gasztroszínházi előadásokat, és ebbe a gasztroszínházban, mi egy független magánszínház, ebbe dolgozunk együtt, Vica az egyik vezető színészünk. Vica, hozzád az lenne a kérdésem, hogy látunk mostanában a Mikisfalunk Tecájaként, és hogy éled meg ezeket a szerepeket, illetve az új, mondjuk azt, hogy új népszerűséget, bár mondjuk nekem a Bujék is baromira tetszett. Jaj, köszönjük szépen. Hát nézd, azért most már egy pár éve benne vagyok ebbe a dologba, még tanulom, hogy hogyan kell ezt jól viselni, vagy jól viselkedni ebben, mert én alapvetően azért egy kicsit zártabb valaki vagyok, bármennyire is nem tűnik úgy, de egészen jól, meg nagyon érdekes energiák ezek idegen emberektől, akikkel úgy, tehát tényleg csak a kedvességüket látom, meg a szeretetüket. Jól tudom, ugye, hogy nem csak mint filmszínész veszel részt az úgynevezett színjátszásban, hanem a híres gasztroszínházzal is együttműködsz. Hogy kerültetek ti kapcsolatba? Ó, hát ez már egy ős régi, még ez a pleisztocénből való kapcsolat. Mi egy gimnáziumban jártunk, együtt voltunk diákszínjátszók, és hát mondhatom azt, hogy ez egy életre szóló barátság is, kapcsolat is, szakmailag is nagyon, nagyon egyet gondolunk színházról, meg életről, és emiatt nagyon jól tudunk együttműködni, meg együtt dolgozni. És akkor, amikor elindult ez a dolog, akkor a gasztroszínház, akkor mi azt mondtuk, hogy mi csinálunk egy előadást, és akkor igazából gördülékenyen ment. És azóta meg járunk hozzátok is, meg sok helyre igyekszünk eljutni. Miért jött létre a gasztroszínház, és mi egyáltalán a jelentősége, Gábor? A gasztroszínház jelentősége, hogy a felszolgált gasztronómiai termékek mellé olyan színházi produkcióval szolgál, ami valamilyen értelemben vagy formában reagál azokra az ízekre, azokra a mintázatokra, amit az étel vagy az ital hordoz magával, és a színház és a gasztronómia ízeinek a kettősségéből létrejön egy harmadik új élmény a nézőben, ami szerintem maradandó és magával viszi. Nyilván óriási különbség van egy gasztroszínházi est és egy kőszínházi előadás között, ugye, ahol a néző a sötétben úgymond kukkolja a nézőket. Itt nálunk az emberek asztalok körül ülnek, és körülöttük játszódik a történet, ami sokkal intimebbé, családiasabbá teszi a játékot. És hát például szakmailag is nekünk is egy egészen új élmény az, hogy hogyan tudunk úgy interakcióba lépni a nézővel, aki aztán avanzsálódik, mondjuk szereplővé is adott esetben. Azt szeretném megkérdezni, hogy ugye ti kecskemétiek vagytok. Alapvetően hol tudunk veletek találkozni, hogyha valaki nem kecskeméti?
Szerencsére a gasztroszínház az egész országban megjelent már, utazunk nagyon sokat, visszük az előadásainkat, a budapestiek is találkozhatnak most már velünk, de itt Pécsen is elő fogunk fordulni szerintem, akkor Egerben, Tokajhegy alján, Szegeden, tehát nagyon sok helyen az országban. Kecskeméten nőttünk föl, de gyakorlatilag most már úgy kinőttük magunkat szerintem. Meg azért is egyszerű a minket hívni, mert igazából semmi nem kell hozzá, tehát nem vagyunk díszlethez kötve, nem vagyunk műszakhoz kötve, technikához kötve, tehát az a minimális dolog, ami szükséges az előadásokhoz, vagy az előadásainkhoz, azt bárhogyan meg tudjuk teremteni. Emberek kellenek hozzá, meg jó húsok, meg jó borok. És jó hangulat. Igen. Akkor viszont adódik a kérdés, hogy hol léptek föl legközelebb? Hát a legközelebb Kecskeméten lesz pont előadásunk. Igen, így van. Kecskeméten lesz előadásunk a Ciro Kabáb Színházban, de nem sokkal később Budapesten is fel fogunk lépni, és például Mohácsra fogunk majd most nem sokára menni egy kiváló pizzériába. Hol lehet ezekről az eseményekről érdeklődni? Megtalálhatók vagyunk a Facebookon, a Hírös Gasztroszínház név alatt, és ha az ember beírja a Google-be vagy a keresőbe, hogy gasztroszínház, akkor valószínűleg minket fog először kidobni a kereső. Tehát a honlapunkon, Facebookon lehet tájékozódni. Horváth László és baráti társasága mindent megtesz, hogy birtokában legyünk annak a tudásnak, amellyel elindulhatunk az életmódváltás rögös útján. Felkészültek? Indulhatunk? Hajrá! Regionális kutyabemutató és szépségverseny csábította Szentlőrince a régió app tartóit. Szebbnél szebb kutyusok és kiváló hangulat fogadta itt az érdeklődők sokaságát. Őrincet ismét a kutyatartók és a kutyusok kánoánya. A vásártéren nem csak gazdanapokat és termelői vásárokat lehet tartani, hanem mint a jelen példa is mutatja, bizony kutya kiállítást és szépségversenyt is. A meseszép ebeket imádják a gazdáik, és egymás kutyusait is megcsodálják alkalomattán. Őrince szívesen jönnek az ebtartók, mert gyönyörű a környezet, és hatalmas tér van itt a kutyafuttatásra is. A főszervező elégedetten summáz, a résztvevők pedig örülnek, hogy itt lehettek. A Pécsi Egyesület már körülbelül 40 éve rendez kiállításokat. Ennek a kezdetben szigetvári, és most már 6. éve szentlőrinci országos kiállításnak, tehát nemzeti CACC kiállításnak 6. éve ad otthon ez a terület. Mondhatni, hogy otthonra találtak Szentlőrincbe? Abszolút otthonra találtunk. Egy nagyon jó adottságokkal rendelkező terület, és a házigazdáinktól a maximális, amit elvárhat az ember, megkapunk. Úgyhogy igen, elégedettek vagyunk, biztosan tudom. Mindkét fél részről már szóval elhangzott a szándéknyilatkozat, hogy még nagyon sokáig jönni akarunk ide. Itt körbe nézünk, rengeteg ebb-tenyésztőt, ebb-tulajdonost látunk, és hát persze a főszereplőket, a gyönyörű kutyusokat. Hányan érkeztek ma ide? 555 kutyát neveztek Európa számos országából, és ez körülbelül 150 fajtát takar. Mennyire sűrűek az ilyen jellegű rendezvények országosan? Akinek szép kutyája van, szeretné megmérettetni, ezt sokszor megtehet egy év során? Ez szinte minden hétvégén Magyarországon. Magyarországon, de hát itt akik jelen vannak, ennek a 80%-a ez járja a külföldet is. Nem, ez alatt nem csak Európát értem, hanem tengeren túlra is járnak a megszállottak kutyakiállításra, főleg akinek olyan minőségű kutyája van. Csak mondjak egy példát, az idei világkiállítás az Shanghaiban van,
és már rengeteg magyar nevezett a Sankai világkiállításra. Persze fajtiszta kutyákkal mennek, és hát ezeknél a kutyáknál nagyon fontos az, hogy a törzskönyvet is persze vinni kell magukkal, és még mit? Hát törzskönyv nélkül nem lehet kiállítani, nem lehet nevezni erre ezekre a rendezvényekre. Ami még szigorú előírás, az az oltási könyv, tehát a csipről szóló igazolás, tehát itt minden kutya nyomon követhető csipezve vannak, és rendelkeznie kell a kötelező szűrővizsgálatokkal és védőoltásokkal. Ilyenkor jó kis disputák alakulnak ki a vendégek között és a szakemberek között? Mondhatni, egy igazi nagy találkozón minden elhangzik, aminek el kell? Hát ez embere válogatja, mert vannak itt, ugye konkurenciákról van szó, vannak itt kevésbé barátságban lévő kompániák, de általában külföldön jobban jellemző, hogy a magyarok összefognak, például ha megjelennek egy kiállításon, nagy, úgy mondom, tömegével járnak a magyarok is nagy sikerrel külföldi kiállításokra. Idehaza azért jobban érződik a konkurencia és feszültebb a hangulat. Melyik fajta kutyákból van a legtöbb? Mire esküszik a magyar, melyiket szaporítja leginket? Hát majdnem, hogy világszerte hasonló a trend. A világon a legnépszerűbb kutya egyébként a Golden Retriever. Ez Magyarországon nincs az első három között, de nagyon nagy létszámban van. Aztán itt Kelet-Európában, igaz, ez az amerikai Staffordshire terrierre, ez nagyon érdekes, mert ma egy abszolút fajta specialista bírál, aki Macedóniából érkezett, ez sok érdeklődőt vonzott, a francia bulldog, nagyon népszerű Magyarországon. Alig várom, hogy magyar fajtát halljak. Ezen a mai kiállításunkon talán a legtöbb nevezés az magyar pásztorkutyából érkezett, a Mudiból. Ezt tudni kell, hogy ez a régió, tehát a Pécs környéke, ez legendásan jó Mudi tenyésztő. Tehát nagy nevű Mudi tenyésztők dolgoznak a környékben, ez látszik is. Aztán a világ legokosabb kutyájának tartott Border Collie, ami munkára is jó, különböző sportokra. A Mudit követően abból van a legtöbb a mai napon. És hát ami világszerte, úgy mondom, a legnépszerűbb magyar fajta az a rövidszőrű magyar vizsla. Kardosul jövőre, vagy két év múlva? Két év múlva. Jövőre március 14-én, 15-én a Pécsi Expóba egy háromnapos nagy nemzetközi kiállítás, ott ilyen dupla létszám van naponta mind itt, és a bírók is még több országból és még több földrészről érkeznek. Szilárd és Réka Komlóról érkezett két gyönyörű szép sárpellyel, mind a kettő kan. Mit kell tudni erről a kis közösségről? Mióta vagytok ti így együtt? Hát így együtt, édes Tova, egy éve körülbelül, igen, egy éve vagyunk együtt. Hát így alkotunk egy családot kutyástól. Mindenhova így mentek? Négyesbe? Igen. Ahova nem tudjuk vinni a kutyákat, oda mi nem. Oda el sem mentek. Ez a mai nap egy csodás nektek, olyan, mintha a kutyák paradicsomában lennék. A kutyusok hogy viselik a többieket? Hát eleinte kicsit meg voltak szeppenve, bár visszük őket közösségbe, annak ellenére ez egy kicsit nagyobb tömeg, mint amihez hozzá vannak szokva, de most már azért... Fülelnek folyamatosan, ugye? Így van, így van. Most már azért akklimatizálódtak, úgyhogy már minden rendben van. Kisétáltatja többet a kutyákat, vagy elosztjátok? Hát az a helyzet, hogy én sokat dolgozom, ezért a párom sétáltatja többet, de hát azért nekem fogadnak jobban szót. Mivel kompenzálod ezt, sok virággal és jó szóval? Többek között igen. Mennyire vannak jó létben a kutyusok? Mit kell adni egy kutyának, hogy jó érezze magát egy közegben? Hát a helyzet az, hogy ők családtagok, nem házi állatok, úgyhogy Isten igazából ők mindent megkapnak, amire szükségük van. Hát alapból benn vannak a lakásban is. Így van, így van. Mi társasházban élünk, de a második emeleten ők velünk laknak. Ez nem szokatlan, föl a pamlagra akár? Nem szokatlan, bár az alapszabály az volt, hogy az ágyra nem. De ezt hát megszektétek a hamar. Ez megváltozott, igen. Milyen ez a kis kiállítás, mennyire érzitek jó magatokat, kinéztetek-e valamik és ajándékot hazárak és vásárfiát? Hát pont ezért jöttem ide egyébként, hogy kicsit körbenézzek. Biztos vagyok benne, hogy valami kis szuvenírt fogunk hazavinni. Mert hogy nem lehet egy ilyen eseményről úgy hazavinni. Így van.
Sok ilyen kéne ide Baranyába? Hát én úgy gondolom, hogy lehetne több. Lehetne több ilyen esemény. Mostanában azért a kutyás emberek azért jobban rá vannak. Hát nem is tudom, hogy nem is kényszerítve, hanem hogy kellene nekik ilyen esemény. Sokkal több. Egyébként maga a környezetetek hogy fogadja, hogy ti kutyások vagytok, gondolom sokat sétáltatjátok a kutyát. Megszólnak vagy nem szólnak meg, hogyha a kutyák piszkítanak itt ott amúgy? Az a helyzet, hogyha a gazda rendesen tudja tartani a kutyáját, és bizony felszedi a kutyapiszkot, akkor nincs sok arra, hogy megszóljanak. A szebbnél szebb kutyusok hamar belopták magukat a nézelődők szívébe. Lehet, hogy az itteni élmények kapcsán fogalmazódott meg egyesekben, hogy bizony nekik is kellene otthonra egy imádnivaló házi kedvenc. A kutya azonban nem játék, még ha játszani is lehet vele, etetésre és törődésre is szorul. Egy biztos, az ember leghűségesebb társa és barátja is egyben. Nincs Lőrinc TV magazin egészségőr percek nélkül, itt természetesen most sem kell nélkülözniük összeállításunkat. Már is kezdünk. Kedves nézőink, következő egészségőrünk dr. Bozzó János kardiológus, akivel nagyon nagyot fogunk beszélgetni gyakorlatilag a különleges szakterületről, mert hogy nem a belgyógyászathoz tartozik, a szív- és érrendszeri betegségeket öleli föl. Elég nagy ez a csoport, ugye? Igen, meglehetősen sok beteget vagy pácienst érint itt a Dél-Dunántúlon, úgyhogy nagy szükség van erre az ellátórendszerre. Maga kardiológia, ha jól fogalmaztam, tehát a szív- és érrendszer és ezzel kapcsolatos bármi nevű meghibásodás, ami az emberre értendő természetesen? Igen, igen, teljesen korrekt a megfogalmazás. Gyakorlatilag a kardiológia mennyire új tudománya, vagy egy régebbi tudomány, ami gyakorlatilag specializálódott ezekre a területekre? Hát régebbi tudományról beszéltünk egyértelműen, viszont az egyes szakterületek egyértelműen külön váltak az elmúlt évtizedekben, külön a szív elektromos problémájával foglalkozó, elektrofiziológia például, a szív ultrahangi szinte már egy külön tudományággal nőtte ki magát, de ezt minden kardiológus végzi, illetve a szívkatéteres vizsgálatok, ugye a koszorús érrendszer tágításával foglalkozó kollégák végzik ezt, nem minden kardiológus képes erre, ezt külön kell tanulni. Gyakorlatilag a házi orvoshoz, ha elmegyünk és szívpanaszokra panaszkodunk, akkor előbb-utóbb a kardiológusnál fogunk úgymond becsekkolni. Természetesen hoznunk kell magunkkal majd a beutalónkat, hiszen ez is szakorvosi rendelés. Igen, igen, beutaló köteles a rendelés. Nyilván sürgősségi akut ellátásra sincs itt lehetőségünk, tehát akut panasz esetén a napszaktól függően a háziorvosi ügyelet vagy mentők értesítésével lehet az ellátáshoz hamarabb hozzájutni. Itt az előjegyzés, a központi recepciós rendszerű előjegyzés működik. Hogy milyen panaszokkal érdemes ugye, a háziorvoshoz fordulni, ha gyorsan romlik a terhelhetőségünk, mellkasi szorító fájdalom vagy fulladás miatt ájulások ismétlődnének, szívritmus zavar érzésünk van, nagyon szapora vagy nagyon lassú szívverés esetén merül fel az emberben és hát főleg a háziorvosban, hogy kardiológiai vizsgálatra van szükség. Mi történik ilyenkor? Gyakorlatilag a kardiológus milyen eszközöket tud bevetni annak érdekében, hogy egy tiszta képet kapjon, egy anamnézist vagy egy amnézist fel tudjon állítani? Igen, hát a jó anamnézis, ahogy szokták mondani, a beteg megfelelő kikérdezés egy fél diagnózis, tehát nagyon sok apróság már ott kiderül, melyik irányba induljunk el az eszközös vizsgálatokkal. Az EKG-nak sokan túl nagy jelentőséget tulajdonítanak, viszont egy nyugalmi negatív EKG az semmit nem zár ki.
és az EKG eltérés sem biztos jelent szívbetegséget. Ezért kell a terhelés? Ezért kell. Adott esetben igen, a terheléses EKG az egyik, de talán nem ugornék ekkorát, az első talán szívultrang vizsgálat, ami teljesen alapvető vizsgálatnak kell, hogy számítson minden betegnél. Tehát mit lehet látni gyakorlatilag az ultrahangban? A kamrákat, a pitvarokat, gyakorlatilag a koszorúeret, mindent, ami fontos lehet egy orvos számára? Majdnem mindent. Éppen a koszorúsereket, azokat nem lehet látni. A szívizom működését, az, hogy vannak-e eltérések a szívizom különböző részeinek a működésében, tehát volt-e lezajlott szívinfarktus, szívbillentyűk működését kiválóan lehet látni. A koszorúsereg működését, viszont a koszorúsereket viszont nem, hiszen ezek ilyen 3 mm átmérő környékén vannak. Ilyen felbontó képességű ultrahang készülék még nem nagyon létezik, maximum kísérletes körülmények között. Ilyenkor jön a katéter? Hát egyből nem a katéterezés. A terheléses EKG pont arra való, hogy indirekt módon a koszorúsereg szűkületére utal, hogyha terheléses EKG során EKG eltérést vagy ilyen mellkasi szorító panaszt észlel a páciens. És ezen kívül további vizsgálatokat kérhetünk még a pécsi társ központoktól. Például egy szív CT vizsgálatra is viszonylag gyakran sor kerül, hogyha bizonytalanok vagyunk a terheléses EKG eredményében. De az EKG szívultrang vizsgálat és a terhelés, illetve 24 órás EKG, valamint vérnyomás monitorozás az, ami itt is elérhető. A szív az ember motorja, gyakorlatilag egy izomról beszélünk, ami rengeteget mozog, amíg élünk. Hál' Istennek javarészt egészségesen teszi a dolgát, de ha panaszok vannak, ha gondok vannak, akkor megkeserítheti sajnos az életünket. Mik a legjellegzetesebb betegségek? Leggyakoribb szív probléma talán tényleg a koszorúi betegség, amiről az előbb már beszéltünk. A szívizom gyengeség, ami egy kitágulással járó szívizom gyengeséget jelent az esetek nagy részében, és a ritmuszavarok közül is talán a pitvar remegés, ami viszonylag sok embert érint, és itt is nagyon sokan megfordulnak ezzel a problémával. Tehát egy ilyen nagyon szapora, rendszertelen szívverést jelent, amit otthon tapasztalhat a páciens, vagy vérnyomásméréskor jelez a készülék rendetlen szívműködést, vagy nagyon szapor, a szokásosnál szaporább szívverést. Ilyen esetben mindig EKG-t kell készíteni mi hamarabb, hogy kiszűrjük ezt a problémát. Talán ez a három leggyakoribb. Mivel érhetjük el ezeket a panaszokat, problémákat, gyakorlatilag az egészséges táplálkozás mellőzése, illetve a dohányzás mennyire tudja gyorsítani a folyamatokat, a kedvezőtlen folyamatokat? Igen, rendkívüli mértékben képes gyorsítani sajnos. Talán a két legnagyobb problémának a dohányzást és a túlsúlyt látom itt a beteganyagon. Ugye a túlsúly magával hozza a mozgásszegénységet, magával hozza a cukorbetegséget, a magas vérnyomás problémát. Tehát önmagában csak a túlsúlyosság leküzdésével nagyon sokat lehetne javítani az egészségi állapoton. A dohányzásról ugyanez elmondható. És sajnos a dohányzásról lemondani épp olyan nehéz, mint mondjuk az édességekről, tehát nagyon hasonló problémával néz az ember. Függőség van? Egyfajta függőségről beszélhetünk egyes emberek esetén, biztos az édességekről is. Az orvosok általában ijeszgetnek minket, persze ezt teszik szakmailag megalapozott módon. Én, amikor először kardiológussal találkoztam, és hát volt rajta még egy kicsivel több plusz kiló, azt mondta, így folytatom, akkor 10-15 éven van vissza. Ennyire szigorúan oda lehet állni egy beteghez, és közölni lehet vele, hogy hát gondok lehetnek? Minden beteg, minden páciens más és más megközelítést igényel, tehát van, akit kicsit talán szigorúbban kell fogni. Ez is az orvosi hivatásnak egyfajta művészi dolga, hogy megtapasztalja. Lélekre kell hatni, ugye? Lélekre kell hatni, igen. Kinél mi válik be? Tehát nyilván nem szabad elijeszteni a pácienst, mert az orvos-beteg kapcsolatnak egy bizalmi viszonyon kell alapulni. Ha ez nincs meg, akkor nem is fog hallgatni ránk a páciens. Úgy tudom, hogy ön a szívcentrumban is dolgozott éveken keresztül, hát az a szakma csúcsa itt a megyén belül, de természetesen az Eszterházi Egészségügyi Centrum is szakmailag igen felkészült, műszerezett, tehát a szakrendelésnek maximálisan megfelel. Ha lehet ezt mondani, az imént említett centrum már a következő fokozat, ahova a súlyosabb vagy nagyobb kivizsgálást igénylő betegek kerülnek. Mennyire jó a megyében az ellátottság a területnek? Hát részben a szívcentrum révén, ugye a regionális központ révén szerintem jó. Itt a környéken is vannak ugye kisebb szakrendelések, amik működnek. A várólisták sajnos nagyon hosszúak mindenhol. Ennek egyik része sajnos a háziorvosi ellátórendszer viszonylagos gyengesége. Tehát túl sok páciens küldenek kardiológiára, akit esetleg alapellátásban el lehetne látni.
ezen még biztos, hogy van mit fejleszteni. Talán ha jobb lenne az együttműködés, rendszeresebb lenne a kapcsolat, az alapellátás és a szakrendelés között, akkor lehetne ezen javítani, hogy aki ide való, ide küldjék, aki viszont adott esetben ellátható, azt el tudják látni. A súlyosabb betegségek esetén milyen orvosi eljárásokat tud nekünk felsorolni? Tudok olyan betegről, páciensről, akinek mondjuk már pacemakere van, a ritmus szabályozást így oldják meg, de éppen a koszorús ereg kapcsán koszorús ér cserére is sor kerülhet. Ezek már azért a súlyosabb esetek, ugye? Súlyosabb esetek, de viszonylag gyakori esetekről van szó, tehát nem ritkaság sajnos pont a mai, hogy említett rizikofaktorokkal terhelt világban. Koszorúért tágítása, ami ugye történt ilyen stentek behelyezésével, kis fémhálók behelyezésével. Ha nagyon sok szűkület van, akkor koszorúért áthidaló műtétet végeznek, amit ugye ércserének hívunk, így pongyola nyelven sokszor még orvos kollégák is, de valójában nem cserélik ki a beteg érszakaszt, hanem áthidalják egy lábszárból kivett vénás érszakasszal, vagy a mellkasfalról levezetett verőeres érszakasszal. Ez egy kicsit úgy ijesztőnek tűnik, de a mai tudomány állása szerint és kiváló orvosoknak köszönhetően ezek szinte már rutin műtétek? Mondhatjuk, igen. Azt túlzás lenne mondani, hogy a portás végzi őket, de egy... De vannak erre szakemberek. Van, igen. Egyértelműen rutin műtétnek számítanak, tehát viszonylag alacsony a szövődmény rátájuk halálozási arány. Mi magunk oda tudunk figyelni magunkra, az első jeleknél már, ha lépünk, akkor nagyon sok mindentől megkímélhetjük magunkat? Azt kell mondanunk, hogy sajnos a szívinfarktusok leggyakrabban előzetes jelek nélkül alakulnak ki. Tehát ez a legnagyobb probléma, hogy 10-ből 9 esetben körülbelül megközelítőleg hirtelen lép fel a szívinfarktus, tehát előtte az ember, ahogy szoktam mondani, kaszál, kapál, füvet nyír, semmilyen panasza nincs, és egyszer csak összeesik. Igen, ezek a plakkok, ezek a felrakódások az érfalban, ezek egyszer csak megrepednek és elzárják a vér útját, de előtte lehet, hogy ezek közepes mértékben szűkítik be csak a verőeret, a koszorús eret, ezért nem okoz semmilyen tünetet, és ezért hangsúlyoznám tényleg az életmód. Az életmód mindenek előtt, mert ezzel lehet megelőzni a problémákat, hogy ki se alakuljanak. Mert amikor már ott van a betegség, akkor ilyen alattomos módon képes támadni. Magas vérnyomás hogy alakulhat ki? A legtöbbször nem tudjuk a magyarázatot. Többféle genetikai háttér lehet, családokban halmozódhat a magas vérnyomás. Szintén ez a 9 az 1-hez arányra mondanám azt, hogy 10-ből 9 esetben csak úgy jön. És mondjuk 10-ből 1 esetben van, aminek van valamilyen háttere, leggyakrabban vesebetegség, veseérszűkület, valamilyen hormonális eltérés szokott ilyet okozni. Ez alapvetően ugye nem a kardiológia asztalán belgyógyászati jellegű kivizsgálást igényel, ha valakinek fölmerül egy ilyen úgynevezett másodlagos, tehát valami által okozott magas vérnyomás betegsége. Ezekben az esetekben az jellemző, hogy több 5-6 féle gyógyszerrel sem sikerül rendezni a vérnyomás értékeket, vagy nagyon fiatal korban kialakuló magas vérnyomás nem merül fel. Megvan ennek a szakmai protokollja, hogy kell kivizsgálni a betegeket. Hasi ultrahang, szemfenékvizsgálat, veseérvizsgálat, bizonyos CT-vizsgálatokkal is közelebbre lehet jutni. És a Pécsi Egyetemen, ugye a nefrológiai klinikán van egy úgynevezett hipertonológia szakrendelés, ahova küldhetjük a pácienseket, hogyha elakadunk. Az esetek nagy többségében azért a különböző eljárások a gyógyszerekhez vezetnek, nem mindjárt a székelyhez nyúl az orvos, ugye? Természetesen, hát első az életmódváltoztatás, aztán jön a gyógyszeres kezelés, magas vérnyomásnál is így van ez, de a többi szívbetegségnél is. És hogyha olyan súlyos a helyzet, hogy gyógyszerekkel nem uralható, tehát kétféle ok miatt kezeljük mi a pácienseinket, az egyik a tünetek csökkentése lenne a cél, a másik pedig a túlélés növelése. Ez jó, ha együtt jár a kettő. És ugye ezeket próbáljuk elérni. Az a legnagyobb probléma, vannak olyan gyógyszerek, amelyek ugye a túlélést növelik, és a páciens nem szívesen szedi, mert nem érez semmit, csak a pénztárcán, amikor a patikába elmegy, de ilyenek például a koleszterin csökkentő gyógyszerek, amiket nagyon sok támadásért sajnos az orvostudomány berkein belülről is az utóbbi időben. Úgyhogy a magas koleszterin szint, a magas vércukor az nem fájdalmas, nem okoz tünetet, tehát miért kell egy gyógyszert szedni? Ez nagyon nehéz megértetni a páciensekkel. Nyilván, amit mellkasi szorítás ellen, vagy ritmuszavar ellen adunk gyógyszert, az egy tüneti javulást, egy jobb életminőséget eredményez, azt ugye szívesebben beveszik a páciensek. Doktor, egy kicsit a rendelésről, amit az Eszterháziban van, mennyire sűrűn keresik föl önt különböző panaszokkal, gyakorlatilag mennyi pácienssel dolgozik egy heti szinten?
Hát ugye előjegyzés alapján dolgozunk, és minden páciensre én szeretem rászállni az időt. Tehát 20 perces időtartamok vannak egy páciensre megadva, ami azt jelenti, hogy én heti 4-5 órát dolgozom. Itt 15 környékén van a naponta ellátott, megvizsgált páciensek száma. Ez nyilván növekedni fog, ahogy jönnek vissza kontrollra egyre inkább. Azt kívánhatom magunknak és persze mindenkinek, hogy egészséges életmódot éljen, és ha kell, akkor keresse fel egyből házi orvosát, és utána jöhet a szakrendelés. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm szépen. Az Európai Uniós kampány jegyében fideszes EP képviselő látogatott Szentlőrincre. A kistermelők házában megtartott gazdafórumon teltház várta őt is, no és térségünk országgyűlési képviselőjét is. A Szentlőrinci Kistermelők Házában az Európai Uniós Parlamenti Választások jegyében tartott fórumot a Fidesz Magyar Polgári Szövetség. Erdős Norbert, európai parlamenti képviselő és vendéglátója, Nagy Csaba országgyűlési képviselő közös sajtótájékoztatójával indult útjára a tartalmas program. A fórum a hazai agrárium aktuális kérdéseit feszegette, és az ország előtt álló európai kihívásokra is kitért. Természetesen mindez kifutott a májusi voksolás tétjére is, miszerint keresztény ország marad-e Magyarország. Vagy sem. Olyan 500 ezer embert érint körülbelül az agrárium. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki az agráriumban dolgozik, nyilvánvalóan az élelmiszer iparággal együtt egy olyan 500 ezer embert érint Magyarországon az agrárium halászat, úgyhogy én azt gondolom, hogy a vidék Magyarországának egy olyan szegmense, amely nélkül a vidék Magyarország felemelkedése egyáltalán léte elképzelhetetlen. Tehát fontos, hogy az agráriummal a Fidesz Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt külön foglalkozik, hiszen ennek keretében vagyok most itt, Baranya megyében, ez az agrár alkampány. Én magam európai parlamenti képviselőként pedig az Agrár és Vidékfejlesztési Bizottságban, valamint a Halászati Bizottságban dolgozok. A kérdése második felére pedig azt tudom mondani, hogy a KAP magyarul a közös agrárpolitika, ami az Európai Unió legrégebbi politika, ezt kevesen szokták tudni, a legrégebbi politikáról van szó. Én azt gondolom, hogy talán az egyik legsikeresebb politika, sőt, már nem azt mondom, a legsikeresebb politika. Kiváltképp, hogyha tudjuk, hogy honnan indult mindez, a francia, az angol és mondjuk a spanyol gazdák sokkal nagyobb támogatást kaptak még 6-7 éve, mint a magyarok, ma pedig szép lassan utolértük őket. Így van, szépen folyamatosan jövünk fölfelé, erről is fogok beszélni a fórumon, ezt nevezik külső kiegyenlítésnek. Az Európai Unió célja az, hogy legalább 90%-ra, tehát az Európai Unió átlagának a 90%-ára hozzon föl minden országot. Ha ebben a részletkérdésben belemehetek, mert sokakat érdekel, akkor erre hadd térjek ki. A bizottságnak az volt a javaslata, hogy minden tagállam adjon bele ebbe a kompenzációba, még azok is, akik nem érik el a 100%-ot, tehát a 90 és 100% között voltak. Ezen sikerült fellépni egyébként, és sikerült ezt a támadást kivédeni, és csak azoktól kéri majd az Európai Unió továbbra is, most is így van, akik csak 100% fölött vannak. A bizottság javaslata az volt, hogy a 90 és 100% közötti szinten lévő tagállamoktól is szedjen be pénzt, ez a pénz pedig a mi gazdáink zsebéből ment volna ki, vagy vették volna. Az egyik legfontosabb kérdés, hogyha így gazda körökben az ember kérdez, hogy mi lesz a föld alapú támogatásra, hiszen enélkül, ha a matekot készítünk, nem működik a rendszer. Nagyon nagy érvágás lenne, hogyha ezt előbb-utóbb elvonnak. Igen, hát arról tudok, szintén új, friss információkat hoztam.
a Baranya megyei gazdáknak. November környékén jelent meg a bizottságnak a javaslata. Mi a múlt héten szavaztunk a bizottsági ülésen arról, hogy az Európai Parlament hogyan próbálja módosítani a bizottság javaslatát. Itt azt kell megjegyezniük majd a Baranya megyei gazdáknak, hogy természetesen ez egy hosszú folyamat, rendkívül hosszú folyamat, ez még 2 évig fogunk tárgyalni, de azért azok a keretszámok, amelyek most elhangoznak, akár csak a bizottsági javaslatok kapcsán, 2 számot hadd mondjak a Baranya megyei gazdáknak, az egyik a 431 hektár, a másik pedig a 235 hektár, ezt inkább euróba szokták ők kifejezni, tehát a 100 000 euró fölötti támogatástól a bizottság javaslata szerint minden támogatást megvonnának. Tehát a 100 000 euró, ez magyarul a 431-435 hektár fölött nem lennének támogatások, és megindulna a támogatásoknak a sávos elvétele 231-235 hektártól. Ez ellen léptünk mi föl, vagy léptem én föl a parlamentben, mert ez a bizottságnak volt a javaslata. Mondom, 2 éves komoly harcok jönnek, de jó, hogyha a gazdák azért megtanulják ezeket a számokat, mert amit a bizottság leír, az ellen persze fellépünk, küzdünk, küzdenek a tanácsban is, a miniszterelnök úr, az agrárminiszter is küzd ellene, de azért jó, hogyha a magyar gazdáink, én úgy látom, hogy éleseszű emberek, jó, hogyha felkészülnek. Persze ez, hogy mondjam, nem akarok riogatni, félértés ne essék, de azért ezek a számok már elhangzottak, jó, ha tudna róla a Baranya megyei gazdák. Hát abban, hogyha ilyen fórumokra jár, akkor meg annyi információval bombázzák önt is természetesen élesbe. Általában mik a gondok, mik a problémák, mire várja a megoldást az agrárium? Hát a legfontosabb kérdést ön most föltette az előbb, hogy mi lesz a közvetlen támogatásokkal, talán ez a legfontosabb. Én ma a fórumon csak a közvetlen támogatásoknak a jövendőbeli átalakításáról szeretnék beszélni, mert elvesznénk a részletekbe, hogyha még mondjuk a vidékfejlesztésről is beszélnénk, vagy a halászatról is. Én azt gondolom, hogy a közvetlen kifizetésekkel kapcsolatos kérdések azok, amelyek a leginkább érdeklik a gazdákat. Természetesen egy ilyen fórum az európai parlamenti kampány közepén nem múlhat el politizálás nélkül. Pár nappal ezelőtt a miniszterelnök úr 7 pontból álló programot hirdetett. Hogy értékeli ön ezt a programot? Mi a központi üzenete? Hát én erre úgy erősítenék rá, hogy személyes véleményemet kérdezi, hogy én azon kevés európai parlamenti képviselők közé tartozom, akik családdal kint élnek. Én Békés Csabai vagyok, tehát a Békés Csabáról Brüsszelbe való folyamatos ingázás ez szinte lehetetlen, ugye? Ezért aztán mi azt a megoldást választottuk a családommal, hogy mi kiköltöztük, és inkább onnan járunk vissza. Én azt látom, hogy ez alatt az 5 év alatt, amennyit én ott töltöttem, folyamatosan pusztul le, rohad le Brüsszel. És ez semmi másnak nem köszönhető, csak a bevándorlásnak, a mértéktelen, gátlástalan bevándorlásnak. Belgium a nyitott kapu politikáját folytatja, bevándorláspárti ország, zömmel bevándorláspárti pártokkal, amelyek ott vannak az Európai Parlamentben, a kormány, a tanácsüléseken a belga miniszterelnök bevándorláspárti, lehet látni. Tehát én napról napra megélem, ahogy pukkad le, rohad le Brüsszel. Ettől kell megóvni az országunkat, és én azt látom, hogy nem csak Magyarországon, hanem egyáltalán úgy általában Közép-Kelet-Európában erre az emberek nyitottak, pontosan értik, hogy miről van szó, és ettől el akarnak zárkozni. Ezért kell, hogy elmenjen mindenki, és a Fidesz-KDNP-re szavazzon május 26-án. Azt gondolom, hogy az egyik legjelentősebb téma lesz a következő uniós ciklusban a tekintetben az agrárium, hogy hogyan és mi módon tudunk támogatásokat szerezni az uniós kvótából, illetve a magyar kvótából a tekintetben, hogy hogyan tudjuk az agráriumot támogatni. Talán az egyik legnagyobb kihívása a következő Európa Parlamenti ciklusnak. Erre mondják, hogy csapataink harcban állnak? Mindenképpen. És nagyon szeretnénk, hogy hatékonyan tudjuk képviselni a magyar gazdákat az Európai Unió területén belül. Közös agrárpolitika, azt hiszem, hogy itt kellene Isten igazából a szavazatok és a lobbyerő, és akár a közép-európai országok összefogása is. Közös az akarat?
Véleményem szerint igen. Nekünk nagyon fontos, hogy a gazdaságunknak ezt az ágát a lehető legnagyobb mértékben tudjuk fejleszteni, hiszen a magyar agrárium csodálatos teljesítményre képes, az elmúlt 8 év ezt bebizonyította. Ön a megyei közgyűlés elnökeként is járta a vidéket, a falvakat, az agrár szereplőkkel folyamatosan találkozott. Érzi, tudja, hogy mit szeretnének? Véleményünk szerint igen. Nyilván nagyon sok minden javaslat érkezett be hozzánk, mint ahogy a kormányzathoz is, mint ahogy az unió döntéshozó szerveihez is. Remélem ezek célba fognak érni. Ugye Erdős Norbert ma a vendégünk, ő például nagyon sok mindent tett a tekintetben, hogy az európai méztermelés vonatkozásában előre tudjunk lépni, és reményem szerint azok az anyagok, amik elkészültek, azok a döntéshozatalok, amik megszülettek, azok elő fogják segíteni ennek a szektornak is a fejlődését. Mondtad, hogy ha gond van a szektorokban, vagy akár az agrár ágazatban, akkor összefognak a gazdák, a termelők, lehet látni, hogy egyként tudunk harcolni a magyar ügyért? Nyilvánvalóan, hogy Magyarországon vagyunk, de azt gondolom, hogy az az irány, ami elindult ebben a tekintetben, ez nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy a Magyar Agrárkamara, illetve a megyei kamarák igyekeznek összefogni a gazdákat, és most már egységes álláspontokat és véleményeket tudnak szakmai alapon megfogalmazni. Ez mindenképpen előre viszi az életünket. Egy ilyen fórum nem maradhat el politizálás nélkül, és az Európai Parlamenti Választások előszeleként természetesen önök is ma meg fognak fogalmazni néhány gondolatot. Mit tart a legfontosabb? Talán azt, hogy nagyon fontos legyen az az álláspontunk, mindenki előtt tiszta legyen ez az álláspont, hogy mi a magyar gazdák érdekeit szeretnénk érvényesíteni az uniós szavazások során, illetve az, hogy a magyar gazdaságpolitikát, amit jelen pillanatban folytatunk, azt tovább szeretnénk vinni, és ez olyan közös európai érdek, amely érdek mellett kell a döntéseinket meghozni a közeljövőben. Magyarok vagyunk, vagy Európai Uniós polgárok? Én azt gondolom, hogy mind a kettő jellemző ránk. Mi mindig Európa mellett álltunk az egész történelmünk során, és most is az európai érdekeket vállaljuk magunkénak. Mindezt úgy, hogy a magyar kultúrát, az örökségünket és a történelmünket nem szeretnénk feladni. Nagy Csaba tervei szerint a következő hetekben több közismert fideszes politikus megfordul majd a választókörzetben, hangot adva a párt európai uniós politikájának. Május 26-án pedig tiszta képet kaphatunk arról, hogy a kampány során elhangzottak, milyen mértékben mentek át a köztudatba. Borban az igazság, borban a vigasz, vallják ezt a szentlőrinci boros gazdák, akik évről évre egy kiváló szakmai zsűri előtt mérettetik meg boraikat. Idén is megvolt a borverseny, erről számolunk be a folytatásban. Szentlőrinci Szőlőskerti Egyesület hagyományos tavasz köszöntő borversenyére került sor, mégpedig az Anna Bárba. Előzetesen 37 minta érkezett zsűrizésre, ebből 23 fehér, 8 vörös és 6 rozé. Baku Attila pécsi hegybíró és Csepel Istvánné fajta nemesítő alkották a mindössze két tagú zsűrit. A kiváló szakemberek rutinosan végezték a minták minősítését, előre meghatározott kritériumok szerint pontoztak. A legjobbak pedig büszkén vehették át jól megérdemelt jutalmukat, a pincék falára kerülő okleveleket. Na és persze idén is a legjobb eredményeket elért borász kapta meg az év borásza címet, esetünkben Gunst János, az egyesület elnöke. A borverseny ma több évtizedes múltra tekint vissza, még a szocialista rendszerben is volt borverseny, még a pártbizottságon lettek rendezve, illetve hát a hivatalos kocsma helységben. Mióta működik az egyesület, gyakorlatilag mióta fogja össze itt a gazdákat a térségben? Hát az egyesület körülbelül 15 éve fogja össze, előtte a művelődési központ szervezésében, illetve mint mondtam, a még pártvonal szervezésében is volt borverseny. Külön hegybírója nincs a térségnek közvetlenül. Miért előny ez a vagy hátrány, hogy a hegybíró nem felügyeli az itteni tevékenységet?
Hát ez költségmegtakarítás, illetve Szentlőrincen nincs olyan jelentős bortermelő, aki borértékesítéssel jelentős területen rendelkezne, tehát szakmaszerűen űzni ezt a úgymond ipart. Már ugye, ha nagy üzembe megy, akkor már iparágnak tekinthetjük. Itt mindenki csak hobbikert szinten űzi. Saját fogyasztásra, ugye? Saját fogyasztásra, ezért fölösleges egy hegybírót tartani, aki itt az állami procedúrákat intézi. 37 mintát minősíthetett ezzel az alkalommal a zsűri. Egy-két tagú kiváló szakmai emberekből álló zsűriről beszélünk. Milyenek voltak a borok? Hát este a borverseny értékelésénél Klárika elmondta, hogy elég jók voltak a borok. Egy-két kisebb hibás bor volt, de nagyon szigorúak voltak. Ez meglátszik az aranyérmek osztogatásán is, hiszen fehérből adtak aranyat, vörösből egyet sem, és rozéból is csak egy aranyérmes lett. Természetesen a gazdák is kóstolgathatták később a másik borát. Illik ilyenkor egy kicsit dicsérni, vagy kritikusak vagytok egymással szemben? Hát az elején még megmondtuk, sőt volt, aki fölháborodva hozta, hogy na kóstoljuk meg még egyszer, megkóstoltuk ott egymás között, természetesen ez már versenyen kívül van ilyenkor, és akkor lekritizáltuk egymásét, illetve volt, akinek az, hát még a tied is lehetett volna aranytat. Voltak ilyen kritikák ott. Megvannak azért a kisebb klikkek, ugye, akikivel van egy, a csapaton belül is? Hát természetesen voltak itt, akik fölháborodtak, hogy hát az övék miért nem lett olyan, de hát mondtuk, majd jövőre próbálkozzatok, új év, új remények. Milyen fajták a divatosak itt Szentlőrincen, kinn a szőlősoron, ha kimegyünk, milyen fajtákat találkozunk javarészt? Hát Szentlőrinc az fehérboros szőlőhegy, csinálnak vörösbort is, de a vörösbor az igen kényes, nehéz, és mondom, a termőhely nem a legmegfelelőbb neki. Király Leányka, Cirfandlit most újabban visszahozták, ugye a 70-es évek slágerbora volt, utána a szőlő szinte kiveszett, a Lisica Pista bácsi visszahozta itt Helesfa környékére a Cirfandit, nagy telepítést hajtott itt végre, és újra egy pár helyen, a Lőrinci hegyen is megtalálható már ez a szőlőfajta. Itt kimennénk a pincékbe, javariszt a régi hordókkal találkozunk, nem úgy mondjuk Villány térségében, ahol a kóracél tartályok sokaságával szembesülhetünk. Ez a technológia a mai napig azért működik, a régi korjú borász technológiája? Igen, van, aki megrögzötten ragaszkodik a fa hordóhoz, hogy a fa hordóban érlelt bor sokkal jobb, mint a fémben. A másik dolog pedig, mint mondtam, hogy nem ipari, tehát nem közfogyasztásra, eladásra termelünk, hanem hobbi szinten. És hobbi szinten ilyen kóracélokba beruházni ma azért igen költséges. Van jó néhány embernek kisebb kóracéltartálya, ugye a már letisztult borokat, a darabon lévő hordókat abba teszi bele, de nagy hordókat nem igen tartanak. Általában a Lándzsa hegyét hozzátok el magatokkal a versenyre, a legjobbakat, amire a legbüszkébbek vagytok? Természetesen mindenki azt hozza el, igyekszik a legjobbat elhozni, illetve van egy-két olyan gazda is, aki, ha nem úgy sikerül a bora, inkább el se jön akkor a borversenyre, nehogy lefitymálják, hogy na, az idén milyen bort hoztál, pedig tavaly milyen jó borod volt. Általában egy ilyen borversenyen átadott és megkapott oklevelek nagy becsbe vannak-e tartva, kikerülnek-e a pincék falára, mint egy büszkeségként, egy relikviaként? Igen, hát főleg az aranyérmek, vagy az aranyoklevelek, ezek ki szoktak kerülni bekeretezve, erre mindenki büszke. Hogyha azt mondom, hogy évről évre természetesen kialakul egy erős sorrend, és hát ebben az évben is megvolt a Szentlőrinci évborásza cím odaítélése, akkor te büszkén teszed most fel a kezedet, hogy igen, ebben az évben én nyertem, mert hogy nem a legtöbb és a legszebb eredményt te tudhattad a magadénak. Hát igen, erre mindenki büszke, hogy milyen eredményt tud elérni, ezért dolgoztunk, hát kicsit jobb odafigyeléssel még szebb eredményeket érhettünk volna el. De ez a bor, hogy mondjam, ezek a borok, amiket én hoztam, ez sajnos egy nagyon szomorú része következik most. Egy nagyon kedves barátunk, aki a hegy szíve volt, ő tavaly elhunyt. És a közösségi háznál telepített szőlőket, ezeket ő gyerekeként gondozta, nevelte. Létrehozott egy olyan gyönyörű ültetvényt, hogy a szőlőgyen nem igen találni ilyet. És az ő emlékére ezekből az ott termett szőlőkből hoztam, tehát nem a saját boromat hoztam, hanem ott a közösségi háznál termett szőlőből csináltunk bort, és azokat hoztam el a megmérettetésre is. Hát ezt főleg neki köszönhetem, hogy
tehát az ő emlékének állítottátok ezt a versenyen való részvételt, és hát ő büszkélkedhet vele, nevesítsük is természetesen. Igen. Ő Hergelt Antal volt, sajnos tavaly május végén elhunyt. Persze az élet megy tovább, és a szőlőtermelők, a borászok ma már kin vannak tavaszi munkák révén a pincesor melletti tőkéknél. Van mit tenni, van mit metszeni, van mit elködni. Egy szóval a szolga az kin van már a pincéje mellett. Hát igen, a szőlőnek nem ura van, gazdája, hanem szolgája van. Mindenki ott érdepel a szőlőtőkék mellett, ugye főleg aki hagyományos tőkerendszerben dolgozik, ott le kell térdelni melléjük, tehát meg kell alászkodni a szőlő előtt. De aki rugasba dolgozik, az is megalázkodik, már azért hajolgatni, meg nyújtózkodni mindenféle művelési módnál kell. Ma már egy szőlőtermelő az valamilyen szinten kémikus is, hiszen ezekből a borokból, amikor már bent szunnyad a pincébe, lehet még jobbat, még szebbet csinálni, és hát tudjuk jól, hogy például a nagy villányi borászatoknál külön borászok dolgoznak ilyenkor már a borra. Igen, ez így igaz. Itt is próbálkoztunk, most már 2 éve sajnos abban maradt, mindig januárban szoktunk borminősítést tartani, ugyanúgy akkor a Cseperiné szokott kijönni, ugyanúgy a Bakó Attilával, oda visszük a bormintáinkat, megkóstolják, megmérik benne a ként, a savtartalmat, és jó tanácsokkal látják el a gazdákat. Csak az érdeklődés eléggé alábbhagyott. Mindenki meg van győződve, tud már bort csinálni, ugye? Hát igen, mindenki úgy hiszi, aztán borversenyembe kiderül. Úgyhogy itt is Klárika elmondta, hogy voltak egy kis borkezelési hibák, de ha az januárban meg lett volna tartva, akkor azért egy fokkal jobb lett volna mindenki. János, mondhatjuk erre, hogy ez egy igazi baráti közösség azzal együtt, hogy egy kicsit cikizitek egymást, cinkelitek egymást, mert ez egy barátság egyik alapja, ugye? Természetesen. Mindenki mindenkit ismer, még a környékbeli településekről is voltak borok, de hát itt a bor mellett a bor amúgy is összehozza az ember természetesen, ha nem is ismerjük akkor is, de főleg ha ismerjük egymást, akkor meg még jobban. Kifutja a következő születék? Van bőven azért borból a hordóba? Van bőven a hordóba, tavaly nagyon jó termés volt, és hát a fogyasztás meg úgy látszik, hogy egyre csökken. Ezért nagyobb baráti társaságokat kell összehozni. Hát igen, még nagyobb csapatokat kell hívnunk. Meg várjuk a külföldi vendégeket. Gratulálunk valamennyi díjazottnak! Az oklevél cunami után a szokásos vacsora következett, majd megkóstolták egymás borait a lőrinci gazdák. Egy nap lazítás után minden mehet tovább, ugyanis munka tavasszal is akad már a szőlőkben, mert hogy nem most alapozzák meg a jövő évi borverseny sikerét a szorgos bortermelők. Kedves nézőink, ennyi fért mostani magazinunkba, kollégám Balázs Martin nevében is búcsúzom, a viszontlátásra!